Ebből az alkalomból szeretném bemutatni a Limes lőteret. Fóti út 56-ban található, a 4. kerületben. 5 állásos lőtér. Gyorspont lőtérnek rendezték be, amikor elkészült. 25 méteres csatorna. A lőterünk az alkalmas. Marok lőfegyver, golyós lőfegyver és sörétes lőfegyverre is. Mindegyikre megvan az engedélyünk. Igaz, hogy ezt csak kipróbálás szinten szoktuk művelni. A 9-es karóverő puskákkal, azokkal versenyt is rendezünk. A lőterünk BKV-val nagyon jól megközelíthető, saját zárt parkolóval rendelkezünk, tehát biztonságos a gépjárműveknek a tárolása. Megkívánjuk jegyezni, hogy a Limes lőtéren működik a Csikóvári Parasport Egyesület, szituációs lövészettel foglalkozunk, és ebben a pillanatban érkezik az egyik sporttársunk, akit szintén megkérdezünk, és legyen olyan kedves nyilatkozni. Egy másodperc türelmet kérek szépen. Kolarics Péter sporttársunk, ő a Faterok egyike. Sziasztok! Maradhatunk a tegeződésnél és sporttársi szinten. Igen. Azt azért még szeretném hozzátenni, hogy a Csikóvári Para Sportegyesület méltán mondhatjuk, hogy a legeredményesebb szituációs lövészklub ma Magyarországon, aki szintén ezen a lőtéren települ és edz folyamatosan. Szeretettel várunk mindenkit, aki meg akar ismerkedni a szituációs lövészettel. Nagyon szívesen segítünk nekik, tanácsokkal is, gyakorlati oktatással is, ki ahogy gondolja. És talán egy szó erejéig megemlíteném azt, hogy ebben a pillanatban láttam itt a háttérből szintén egy sporttársunkat, meg szeretném említeni a legidősebb sporttársunkat. Gyere be, légy szíves! Pár szóba, hány éve csinálod ezt a sportágat? Hát 15. éve csinálom, üzem ezt a sportágat. Már szeniorként kezdtem el, amikor egyszerűen rájöttem arra, hogy ez a sportág, ez egy nagyon jó sportág, és azóta növök. Mint szuper szenyor. Most már mint szuper szenyor, 70-en jó van felül. És eredményesen hozzá kell, hogy tegyem. Kapcsolódva az előbbiekhez, valamint az oktatáshoz, Bertodle szeretném mutatni Gyémán Bálint sporttársunkat, aki második alkalommal vesz részt gyakorlati oktatáson, és nagyon jól működik, úgyhogy ebben a pillanatban szeretnénk gratulálni, mert láttuk a tévében, hogy zenélni is tud, az még egy kicsit jobban megy neki. De reméljük, hogy a fegyverrel is így fog tudni bánni. Így igaz, úgyhogy én is megerősíthetem, hogy a lőtéren nagyon barátságos hangulat, és hogy mindenkit szeretettel várnak, akár elméleti, akár gyakorlati oktatásról legyen szó. Úgyhogy én is azt hiszem, hogy gyakori vendég leszek itt a jövőben. Köszönjük szépen!